Újabb 16 embernél mutatták ki a koronavírust itthon, és elhunyt egy idős krónikus beteg az elmúlt 24 órában. Ez derül ki a friss adatokból. A szakemberek szerint hozzá kell szokni, hogy a járvány nem tűnik el teljesen, szorványos esetek nagy valószínűséggel továbbra is lesznek. Közben a kutatók továbbra is gőzerővel keresik a vírus ellenszerét. Azokban az országokban, ahol a tuberkulózis elleni BCG védőoltást évtizedek óta alkalmazzák, úgy tűnik enyhébb a koronavírus járvány lefolyása. Erről a Délpesti Centrum Kórház infektológusa beszélt az M1-en vasárnap. Szlávik János kiemelte, az adatok azt mutatják, hogy ezekben az országokban, például Ausztráliában nincs annyi megbetegedés. Hozzátette, a BCG oltás megléte és az enyhébb lefolyású járvány közötti összefüggés még bizonyításra vár, erre az emberek újraoltásával van lehetőség. Magyarországon is van egy ilyen vizsgálat, hogy a koronavírussal foglalkozó egészségügyi dolgozókat újraoltjuk, és megvizsgáljuk, hogy megvédi-e őket a koronavírus súlyos lefolyása ellen. Jelenleg ez a vizsgálat tart. Nem tudom, hogyha a járvány Magyarországon ennyire lecsengőben van, akkor lesz-e eredménye, de hát sokan gondolják azt, hogy lesz egy második hullám, akkor valószínűleg bizonyítani tudjuk azt, hogy akkor egészségügyi dolgozók megfertőződnek-e vagy sem. Magyarországon a járványgörbét az óvintézkedések megfelelő időben történt bevezetésével és azok betartásával sikerült laposan tartani. A járvány nem lépett át a tömeges megbetegedések szakaszába, ami a naponta frissülő adatokon is látszik. Az elmúlt 24 órában Magyarországon 16 embernél mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel a beazonosított fertőzöttek száma 3892-re nőtt. A halálozások száma folyamatosan csökken, már a virradóra egy 69 éves több krónikus betegségben szenvedő nő vesztette életét. Az elhunytak száma 527-re emelkedett. Jelenleg 1209 betegek, miközben már 2156-an meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 41%-a és a gyógyultak 48%-a budapesti. 417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. Vírus itt marad velünk. A vírus valószínűleg a járvány lecsengésével is velünk marad, mondta Rusvai Miklós az M1-en. A víruskutató hangsúlyozta, szorványos megbetegedések továbbra is lesznek. De a gazdaság és a társadalmi szokások finom hangolásával és az ellenszer megtalálásával egy esetleges második hullám kialakulása megelőzhető, vagy annak intenzitása csökkenthető lehet. A kutatók nem csak az ellenszert keresik, hanem a vírust is feltérképezik. Most tanuljuk a vírust, de azt már tudjuk, hogy talán nem olyan nagy a ragályozó képessége, mint kezdetben hittük, talán nem olyan súlyos problémát okoz az egészséges lakosságban, mint kezdetben hittük, és így tovább. Tehát sok mindent tudunk róla, ami még nincs, az az oltóanyag, és amit még nem tudunk, az pedig a hosszú távú hatásuk. Rusvai Miklós arról is beszélt, a vírus terjedéséhez és újbóli megerősödéséhez az emberek teremtik meg a lehetőséget akkor, ha a szükséges óvintézkedéseket nem tartják be.